30 fok feletti hőség, majd egyik óráról a másikra 15 fokos lehűlés, szél és eső. Az idei nyarat leginkább a frontok gyors váltakozása jellemzi, ami rossz hatással van az emberi szervezetre. Sokan panaszkodnak tartós fejfájásra, szédülésre. Túri József háziorvos azt mondja, az időjárásra érzékenyeknek és a szívbetegeknek a legrosszabb, és sajnos sokan a megfelelő folyadékbevitelre sem figyelnek. Nap mint nap hallom kedves betegeimtől, hogy nem vagyok szomjas, nem iszom. Ez nagyon-nagyon nem helyes álláspont, és örülök, hogyha sikerül rábeszélni, hogy akkor is igyon, amikor nem szomjas, mert a folyadékot pótolni kell. Ugyanis az mindenképpen minél melegebb van, annál több folyadékra van szükségünk. Minél nagyobb a testtömegindexünk, annál több folyadékra van szükségünk. A megfelelő folyadékmennyiség mellett sok-sok vitaminra is szükségünk van. Túri József leginkább a C és a D-vitamin fontosságára hívja fel a figyelmet. Mert a D-vitaminnak nem csak vitamin, hanem hormon szerepe is van, ami a daganat megelőzéstől kezdve a csontritkulásig és sok egyéb betegségben nagyon-nagyon fontos. Nyáron azért nem biztos, hogy mindannyiunknak szedni kell a D-vitamint, és most már nem ám pár száz egységet, hanem több ezer egységet naponta. És látható, hogy akik ezt tartják, azok az emberek sokkal szilárdabb csonttal érik meg az időskort, és kevésbé törnek a csontjai. Nyáron sokan fordulnak orvoshoz gyomorpanasszal is, amit leginkább a nem megfelelően hőkezelt és tisztított ételek okoznak. Ha a külföldre indulunk nyaralni, mindenképpen érdemes a gyomorbántalmakra való gyógyszert berakni, és sok egyéb mást is. Nagyon egyszerű a karbomedicinális, a széntabletta, a nospa, görcsoldó, bármilyen görcses esetén, Nurofen, fejfájás. A pihenést nagyon meg tudja keseríteni, ha nincs nálunk gyógyszer, illetve a kisebb sebekre, horzsolásokra való sebb tapasz. Pazikába kapható, kibontom, fertőtlenítem a sebb környékét, betadin, az is van már, mit fel... Ennyi az egész, és ráteszem, ott van a seb, ahol majdnem ott van, reméljük nem ott lesz, így van. A nyaralásra az utipatikában mindenképpen legyen készfertőtlenítő és kullancscsipesz is, javasolja a házi orvos. Ezek mellett pedig nagyon fontos a világos sapka vagy kalap viselése a napon, és nem árt kisméretű vércukor és vérnyomásmérőt, illetve mini EKG-t is betenni a bőröndbe.